Napok óta nincs újabb koronavírusos Somogy megyében, továbbra is Budapesten és Pest megyében van a legtöbb beteg. Mégis lesz nyár a Balatonon, egyre több vendéglátóhely nyit ki a tóparton. Könyvtártól a lakásig új akcióba kezdett a Fonyódi Biblioteka. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Nincs újabb igazolt koronavírusos beteg Somogy megyében, itthon összesen 3065 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, 709-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek 63, az elhunytak 79, a gyógyultak 51%-a budapesti vagy Pest megyei. Összesen 982 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen. A fővárosban és vonzás körzetében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont új szabályok léptek életbe. Mindenhol fontos a 1,5 méteres védőtávolság betartása és az arc eltakarása a boltokban, valamint a buszokon. Pénteken kezdődött az országos koronavírus szűrőprogram. A vizsgálatot a Pécsi Tudományegyetem kutatói végzik a Központi Statisztikai Hivatal segítségével, 5 megyében, mintegy 4000 ember közreműködésével. A 14 év alattiak és az idős otthonok lakói nem vesznek részt a programban, egyes településekre szűrőbusszal érkeznek az egyetem munkatársai, de az országos mentőszolgálat szakemberei is besegítenek. Lesz vér, száj és orgaratból vett mintavétel, a szűrés során kérdőíves felmérést is készítenek. Somogy megyében 27 település érintett a kutatásban, a többi között Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonszárszó, Barcs, Csurgó, Kaposvár és Siófok. Május 10-ig lehet vért adni Somogy megyében, a kórházaknak, egészségügyi intézményeknek a járvány ideje alatt is folyamatosan szüksége van a vérkészítményekre. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt számít az egészséges emberek segítségére. A helyszínek és időpontok változhatnak. Indulás előtt érdemes tájékozódni a www.ovs.hu, a www.vöröskereszt.hu, illetve a www.véradás.hu weboldalakon. Éledezik a Balaton, a legtöbb büfé, étterem és kávézó már ezen a héten kinyit vagy kinyitott. A tulajdonosok a szigorú szabályok betartása mellett kezdhetik el a szezont. A kéz fertőtlenítő, a szájmaszk és a kesztyű használata mellett arra is oda kell figyelniük, hogy betartassák a 1,5 méteres távolságot a vendégekkel. A Fonyódi kikötőnél már készülődtek néhány napja a nyitásra a vendéglátóhelyek. Takarították a teraszt, és elviteles fogyasztásra készítették az ételeket. Ez a vendéglő április utolsó hétvégéjén nyitott volna, azonban a koronavírus járvány közbeszólt. A szezon kezdet már most nem olyan, mint amit reméltek, minimális személyzettel nyitnak. Jelenkeznek, jönnének dolgozni, de hát sajnos egyelőre még akkora forgalom nincs, hogy fel tudnánk őket venni, de meg lesznek. Tehát mindenki várja, hogy a startpisztoly eldörüljön, és akkor jönnek dolgozni. Ez az amúgy egész évben nyitva tartó étterem felújítás miatt március elején zárt be. A koronavírus miatt nem is tudott kinyitni. A nyitás lehetőségének nagyon örülnek. A tervek szerint május közepén nyitnának helyben fogyasztásos vendéglátással, tartva a 1,5 méteres távolságot az asztalok között. Szerintem minden balatoni vendéglátós örül neki, mert itt katasztrófa helyzet lenne, hogyha nem tehetnénk ezt meg. Főleg egy ilyen teraszon, mert akinek terasza van, ott a 1,5-2 métert az szerintem mindenképpen fel tudni tartani. A korlátozások enyhítésének, az éttermek nyitásának a vendégek is örülnek. Most már 1,5 hónapja ugye zárva van szinte minden, és így egy picit élhetőbb lesz az életünk. Csak ugye a veszélyek megvannak, azokra nagyon figyelni kell, és ugye a másik meg az, hogy a gazdaságnak nem szabad leállnia, mert újraindítani az nagyon nehéz, és így most, még hogyha ilyen alsó hangon is elindul a dolog, de az mindenkinek jó. Igazodunk, és egy kinti csapott mosdókadót szeretettünk fel, még nincs teljesen készen, mert még jön hozzá ugye ez a kéztörlőpapír, fertőtlenítő, kézmosó, meg pluszban veszünk ide egy fertőt, amit előtte. Két fázis lesz. Ebben a Balaton Széplaki büfében is több óvintézkedést hajtottak végre a vendégek és az itt dolgozók érdekében. Én úgy gondolom, optimista vagyok, hogy biztos, hogy lesznek.
olyan sokáig bent voltak az emberek bezárva, hogy kiszabadulnak egy kicsit a levegőre, olyan gyönyörű a Balaton, és itt azért van hely a parton, sétára is, meg kikapcsolódásra, úgyhogy én optimista vagyok. A koronavírus járvány miatt sok odafigyelésre lesz majd szükség, mondja a tulajdonos. Most be kell rendezkednünk ugyanúgy arra, hogy kinti étkezésre, teraszos, tehát ki tudunk nyitani. Próbálunk elhelyezni úgy a padokat, hogy másfél méterre legyenek egymástól, meg mindent, ahol az elírásnak megfelelően, amit előírtak, azt betartani. Megrendeltük a sok kézmosó fertőtlenítő van. A legtöbb balatoni büfé, kávézó és étterem ezen a héten kinyit, bízva abban, hogy a belföldi turizmus felélénkül. Kötelező a szájmaszk a balatoni kompokon is, hétfőtől már használhatják a motorosok, kerékpárosok és gyalogos utasok is a vízi járművet. Az előírt minimális másfél méteres távolságot ott is be kell tartani. Az autósok a jegyváltás és utazás ideje alatt kiszállhatnak a járművükből. Szántódrév kikötőből 7 és 19 óra között 60 percenként minden egész órakor, Tihanyrév kikötőből pedig 7 óra 15 és 19 óra 15 perc között 60 percenként minden óra 15 perckor indulnak a kompjáratok. Házhoz viszik a könyveket Fonyódon, aki telefonon vagy e-mailben jelzi a helyi könyvtárnak, mit szeretne olvasni, annak becsomagolva elviszik a kért köteteket. Hamarosan jövünk a részletekkel. Matematikai írásbelivel folytatódtak az érettségi vizsgák. A diákok reggel 9 órakor kezdtek, 3 órájuk volt megoldani a feladatokat. A koronavírus járvány miatt szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be az oktatási intézményekben. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint matematikából középszinten több mint 65,5 ezeren, emelt szinten pedig közel 4900-an érettségiztek. A diákoknak feladatlapot kellett kitölteni, a rendelkezésre álló időt tetszés szerint oszthatták meg. Lehetett függvénytáblázatot, zsebszámológépet, körzőt, vonalzót, szögmérőt használni. Szerdán történelemírásbeli vizsga lesz. Megújul és megszépül a balatonföldvári kikötő előtti terület. 2017-ben vásárolta meg az önkormányzat a Balatoni Hajózási ZRT-től. A munkálatokat tereprendezéssel és a veszélyes fák eltávolításával kezdik. A cél, hogy bővüljön a város turisztikai kínálata. Már bontják a burkolatot a balatonföldvári kikötő előtt. A tervek szerint egy modern, de mégis a régi pompát idéző közösségi teret alakítanak majd itt ki. A nyári városközponthoz, a kikötőhöz méltó infrastruktúrát és környezetet alakítsunk ki. Egy közösségi teret szeretnénk létrehozni szökőkúttal, fény- és hangeffektekkel. Szeretnénk megvalósítani egy 120 évvel ezelőtt megszületett álmot, amikor is ez a terület, ez a 20-as helyrajzi szám, illetve a szomszédos ingatlannak a parkja egy szerves, összefüggő egységet alkotott. Egy sokkal vonzóbb környezetet szeretnének kialakítani, hiszen nyaranta több ezer turista fordul itt meg. A munkálatok során bontanak és több zöld területet is kialakítanak. Még egy jogi eljárás keretében vagyunk, illetve jogi eljárás folyik abban a tekintetben, hogy az itt található annak idején 30-40 évvel ezelőtt ideiglenes jelleggel ideépített könnyű szerkezetes pozdorjából készült búdékat elbontsuk és eltávolítsuk erről a terület részről. Önkormányzati saját forrásból fog megvalósulni a beruházás, körülbelül egy 150 millió forintos bekerülési összeggel. A fejlesztéssel és a parkosítással várhatóan 2 éven belül elkészülnek majd Balatonföldváron. Az elképzelésünk és a terveink szerint 2022-ben, tehát a 2022-es szezonra már megvalósul ez a tér, és valóban a Balaton legnagyobb befogadóképességű vitorlás kikötőhöz, és hát, ahogy említettem, Földvárhoz méltó környezet fogja várni már az ide látogatókat. A cél, hogy bővüljön a város turisztikai kínálata. Házhoz viszik a könyveket Fonyódon, a biblioteka új kezdeményezéseként a koronavírus járvány idején sem hagyják olvasnivalók nélkül a könyvtár beiratkozott tagjait. Aki telefonon vagy e-mailben jelzi, mit szeretne olvasni, annak becsomagolva elviszik a kért kötetet. Kiválogatják a kért könyveket, azokat az olvasó nevére kikölcsönzik, majd becsomagolják a köteteket a Fonyódi könyvtárban. Ezeket összegyűjtve viszik házhoz. Ezek a könyv kiszállításra váró kis csomagok,
Ezeket is cédulákkal látjuk el, és nem a nevet írjuk először, hanem a címet, mert a kolléganővel Norival útvonal terv alapján megyünk. Az olvasók a koronavírus járvány idején sem szeretnének lemondani a kötetekről, így született meg a házhoz szállítás ötlete. Könyvtárunk, illetve a kulturális központ már március 17-e óta zárva tart, és a könyvtári szolgáltatásunk is szünetel. Mindeközben azonban mi dolgozunk itt bent, állományt rendezünk, selejtezünk, és mindeközben számos e-mail, telefon és személyes magán megkeresések jöttek, hogy mikor nyit a könyvtár, szeretnék a könyvtár könyveket meghosszabbítani, mert a kölcsönzési határidő lejár, illetve megnézték az online katalógusunkat, hogy bent van a könyv, és szeretné kikölcsönözni, eljön a kulturális központ bejárata, azaz adjuk át nekik. És ezeket figyelembe véve kollégákkal leültünk, illetve fenntartóval átbeszéltük, melyek azok a szabályok és óvintézkedések, amiket be kell tartanunk magunknak, és be kell tartatnunk, hogyha ezt a szolgáltatást elindítjuk. És Fonyod város önkormányzata messze menőkig támogatta és segíti ezt a munkát, ezt az új kezdeményezést. A könyveket két hétre kölcsönzik, és egyszerre maximum 6 kötetet kérhetnek az olvasók. E-mailbe és telefonon lehet kérni a könyveknek a kölcsönzését. Javasoljuk a könyvtárnak az online katalógusának a használatát is, hiszen akkor látja az olvasó, hogy az adott könyv megvan-e, és kölcsönözhető ez. Mint azt a könyvtáros elmondta, változatos a kérések listája. Van, aki konkrét könyvlistát küld nekünk e-mailbe, egy 10-es könyvlistát, és akkor ebbe azt mondta, hogy 4-5 darab könyvet válogassunk. Van, aki csak egy témát kér. És annyira ismerjük már az olvasóinkat, és olyan személyes kapcsolat alakult már ki közöttünk, hogy azt mondja, hogy ránk bízza a könyvválasztást. A könyves csomagokat összegyűjtve, becsomagolva egy előre egyeztetett útirány alapján szállítják házhoz. Elővigyázatosságból, kesztyűben és maszkban teszik mindezt. Jó napot kívánok! Holdosi Károlyné szép irodalmat és kalandregényeket is szívesen olvas, ilyen témájú könyveket kért legutóbb is. Általában ismerik az ízlésemet, mert régóta járok oda. Hoztuk a könyveket! Néhány utcával arrébb is várták már a köteteket. Főleg a történelmi könyveket szeretem, meg ifjúsági regényeket. Az unokán szokott ajánlani, hogy mit olvassak. És akkor az Ildika nekem mindig elteszi, ha nincs benn. Mit szól a kezdeményezéshez, hogy ide hozzák házhoz a könyvet? Nagyon örülök neki, mert nem megyek sehova, nem mehetek. A lányom látta el mindenfélével, és hát már régen kiolvastam azokat, amik nálam voltak, úgyhogy most újakat kaptam. Azt kérik az olvasóktól, hogy a visszaadott könyveket tegyék szatyorba vagy zacskóba, így azok néhány napra elővigyázatosságból karanténba kerülnek, csak azt követően teszik vissza őket újra a könyvtár polcaira. Napok óta nincs újabb koronavírusos Somogy megyében, továbbra is Budapesten és Pest megyében van a legtöbb beteg. Mégis lesz nyár a Balatonon, egyre több vendéglátóhely nyit ki a tóparton. Könyvtártól a lakásig új akcióba kezdett a Fonyódi Biblioteka. A megyével kapcsolatos friss információkat a www.somogytv.hu oldalon olvashatják. Holnap már nem kell esőre számítani, hamarosan jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!